Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A belső istennőt, így hívom ezt a jóslást, és ez volt a nőnapi akció. Kedves méhecske, üdvözöllek téged, ez a te videód, és most megtekintjük a nőiességet, a belső istennődet ennél a jóslásnál, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Te uralkodsz az érzelmek felett. De, mint ahogy a képen látható, itt ez a hölgy ruhája, úgy fogva érzed magadat. Keresel egy kiútat, egy lehetőséget, hogy javuljon a helyzeted. Erre utal ez a hajó ott középen. A hajó jelent utazásokat is. Ez persze lehet egy belső út is, egy spirituális terület. Amit még ez a hajó szimbolizál, ez a remény. Te reménykedsz abban, hogy változik valami az életeden, lesz egy kiút, egy új lehetőség, és akkor felszabadultnak érzed magad. Ami még fogva tarthat a helyzeteden kívül, ezek az érzelmek, a bizonytalanság vagy a félelmek. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy hogy látnak mások téged. Ezen a képen látható egy esernyő, ami véd bennünket az eső ellen. És ennek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig arra utal, hogy te keresel egy helyet az életedben, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni, itt vissza tudok húzódni a négy fal közé, és így védve, óvva érzem magam. A négyes szám is arra utal, mert mutatja a biztonságot. Ez nem anyagiakra vonatkozik, hanem itt a kelyheknél érzelmekről van szó. Mások úgy látnak téged, hogy te érzékeny vagy, kimutatod az érzelmeidet, de keresel egy új lehetőséget, mert szükséged van egy otthonra, szükséged van a biztonság érzetére. A következő kártya arra utal, hogy milyen változások lesznek nálad. Ez a torony utal a változásokra. A torony fogva tart téged. És ez, amit te szeretnél, kilépni ebből a fogságból, szabadnak érezni magadat, de valami miatt fogva tartod ezt, ahogy a képen látható. Ez a hölgy átöleli ezt a tornyot. És ez utal a múltadra, persze a jelenlegi helyzetedre is. De belülről érzed azt, hogy itt lesz egy nagyobb változás. A következő kép mutatja a belső istennődet, a Vénusz energiáját. Ez a kép szimbolizálja a szerelmet, a te nagy szerelmedet, és itt Vénusz energiájáról van szó, ami szimbolizálja a párkapcsolatot, de nem csak azt, hanem a nőiességedet is. Az annyit jelent, hogy ez a szerelem nem egyoldalú, hanem ő is szerelmes beléd. Akkor is, ha még nem közli, de ebben bízhatsz. Mert ez a kártya mutatja a te nőiességedet, a te kisugárzásodat, és ő így lát téged, illetve így érez téged. A következő kártya azt mutatja, hogy mi gyengít. Ez a királynő,
itt lent bal oldalon uralkodik az érmék felett. Az érmék szimbolizálják a föld elemét, és az utal reális dolgokra. Az azt jelenti, ez a szerelem megvan, de nem élitek, és ez gyengít téged. Ami még gyengít, és erre utalnak az érmék, ezek az anyagiak. Nincs meg ahhoz a lehetőséged, hogy nagy lépéseket tegyél, hogy nagyobb változások legyenek az életben, mert anyagilag itt korlátozva vagy. Ami még gyengíthet téged, ha nem vagy tudatában a saját értékeiddel. És most megtekintjük a következő kártyát, és az mutatja az erődet, illetve azt, ami erősít téged. Ez a király utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ez a király lehet a te lelki társad, és ő ad számodra erőt. Ha megtekintjük a képet, akkor láthatunk egy hajót, ez egy utazás, lehet egy belső út is, amit még ez a hajó szimbolizál, ez a remény. Alatta ott vannak a halak. A halaknál persze gondolhatunk az asztrológiára, a halak jegyére, ahol szintén két halról van szó, két irányról, az érzelmekről, az egyik hal ebben a csillagképben mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik hal pedig a reményt, a hitet és a szeretetet. Ebbe az irányba kell tekinteni, és akkor megvan a remény arra, hogy te összejöjj ezzel a férfival, és ő fog neked erőt adni. A következő kép mutatja a párkapcsolatot, mit várhatsz el tőle. Die Sonne lefordítva napot jelent. Tehát ez a kép utal a napra. Ez a kisugárzásod, ez a vonzalom, ami kettőtök között megvan, és itt kivilágosodik valami, azon kívül a nap szerencsét hoz, amit még ez a kártya jelent, a nyár. És a nyár folyamán lesznek itt változások. A következő kártya mutatja a jövődet. Ezen a képen látható a mágikus, és az segít neked abban, hogy az álmaid megvalósuljanak. Azon kívül megvan köztetek ez a varázslatos vonzalom. Amit még ez a mágikus még mutat, egy spirituális terület. És én is áttérek egy másik területre, mégpedig az asztrológiára. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, a szűz jegyekkel fel a keleti határon. Az indiai számítás szerint ez a te aszcendentusod. Ez kihat a külsődre, kihat a fellépésedre és a személyiségedre. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik, ahol reális dolgokról van szó. Te lehet, hogy álmodozó vagy, de szeretnéd az álmaidat megvalósítani. A szűz jegye azt is jelenti, hogy kicsit olyan visszahúzódó vagy, szerény, hogy figyeled a dolgokat, de nagyon okos hölgy vagy. Megvan nálad egy gyógyító erő is. Ami hátrányos lehet a szűz jegyénél, ha te szigorú vagy kritikus vagy magaddal szemben. Vénusz bolygó utal a művészetekre, a szépségre, a harmóniára,
de a nőiességre is. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a bak jegyében van. Szintén a föld eleméhez tartozik, itt is reális dolgokról van szó. Te szeretnéd az álmaidat élni, lehet, hogy ezek a célok, amit te szeretnél elérni. Vénusz bolygó a te horoszkópodban egy úgynevezett konjunkcióban áll a nappal. Az azt jelenti, hogy ők találkoztak és együtt hatnak. Te nem tudod ezt eltávolítani, hanem itt mindig közös hatás van. Ez jelenti a művészi tehetségedet, a nap jelenti a nyilvánosságot, láthatóvá tesz valamit, és így kimutathatod ezt a tehetséget. Amiben a nap még segít, ez a te éned és ez a te kisugárzásod, és ez a fény körülvesz téged, és mások így látnak téged. Azt is jelenti, hogy te a nyilvánosságot szereted, és szükséged van ezekre a kapcsolatokra, vagy elismerésekre. Azt is jelenti, hogy a te nőiességed a középpontban áll, és mások odafigyelnek rád. Lehet, hogy ez nálad nem is tudatos, de a fellépésed az feltűnik mindenütt, és ez hoz számodra sikereket. De ez egy életterület nálad, amit te nem ismersz, vagy nem vagy ennek tudatában, mert a felfele mozgó holdcsomó Ráhú, egy kármikus csomó, mutat egy irányt, egy életterületet, amit te nem ismersz, és ez a Ráhú szintén a bak jegyében van. Tehát te nem vagy a te énednek, vagy a te nőiességednek a tudatában. És ezt meg kell tanulni. Most eljött az idő, hogy odafigyelj rá, mert Szaturnusz bolygó, a sors bolygója, aki őrzi a kármikus témákat, és tanít bennünket, ez évben a bak jegyében mozog az indiai számítás szerint. És ezzel a mozgással kihat rád, kihat a nőiességedre, kihat a párkapcsolat területére is, és itt lesznek ez évben változások. A Vénusz bolygót a te horoszkópodban az ötös életházban található, ez a gyermekek háza, ez utalhat a kapcsolatokra a gyermekekkel, vagy az emlékekre, a gyermekkori emlékekre, amit ez az ötös életház még jelent, az élet színpadát, és itt te játszod a főszerepet. Azon kívül mutatja a kreatív munkát és az élet örömöt, amit átélsz a párkapcsolat területén. És nyílik itt számodra egy lehetőség. Kedves méhecske, így tudtam elmagyarázni ezt a nőnapi jóslást. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Tendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!